Sok olyan eszközt láthatunk itt, amelyek használatával nem biztos, hogy tisztában vagyunk. Csodálatos kézzel készített ruhák, amelyekre félve tekintünk annyira értékesek. Ez a kis kiállítás a svábok hétköznapjait és ünnepeit mutatja be. De nem csak a rájuk jellemző dolgokkal találkozhatunk. Ez egy 12-13 éves múltra tekint vissza ez a gyűjtemény, illetve ennek a kialakítása. A férjem családjának a dolgai láthatók itt nagyon nagy számban, és amikor még apósom itt lakott, akkor úgy kezdett benne fogalmazódni, hogy ha egyszer üres lesz ez a szoba. Ő ezt a sok régiséget szeretné itt berendezni, és akkor még úgy indult, hogy egy emlékszoba lesz belőle. Ezt mi pár évvel később meg is csináltuk, aztán hát az emlékszoba most már egy komolyabb gyűjteményé fejlődött, mert azután nagyon sok ember, ahogy hírét vette, megnézte, elmeséltük, arra jutott, hogy az ő egy-két kis emlékét, régiségét ide adja, mert az az egy-két darab önálló otthon nem érvényesül, viszont itt látták, hogy meg van becsülve, rendben van téve, igyekszem megfelelő helyet találni neki, és így kezdődött ez a dolog. Éva és férje először saját kettelésére alakított ki egy szobát, majd a helyiséget kinőve tovább terjeszkedtek. Ennek az a neve, hogy gyűjtemény a svábok mindennapjaiból, zömmel sváb. Ismét csak a férjem családjára és a nagymamára tudok visszautalni. Amik a nagymama után maradtak, a textíliák, a sok szép csipke, horgolterítő. Jellemző, szokták kérdezni, hogy mi a jellemző. Hát mivel ezt találtam a szekrénybe, én ebből azt tudom levonni, hogy a jellemző a kék-fehér, mivel ilyen textíliákat találtam, ugye majd a konyhában lesz látható az asztalon, illetve falvédők formájába. A többi pedig mondhatom, hogy a saját kedvelésem, talán gyerekkori emlékeim, hogy nem tudtam nemet mondani egy-egy baba felajánlásra, hogy szeretem a szép régi könyveket, és ebben nagyon-nagyon magunkra találtunk a párommal együtt. A gyűjtemény a német nemzetiségi oktatást is szolgálja. Több iskolás csoport is meglátogatta már őket. Azért alakult, mert ennyire tartjuk fontosnak, hogy megőrizzük, hogy ne kallódjon el, és már az a személy is megvan, aki tovább viszi. A lányunk személyében, aki német nemzetiségi óvodapedagógus, és nagyon sokszor merített innen témát, ugye a dolgozatához, a vizsgamunkájához, illetve az iskolájának is kölcsönadtunk néhány játékot, amikor arra volt szükség egy-egy kiállításra. Tehát azért úgy terjed, és minden megy a maga útján. Nagyon jó kis pártfogóra találtam egy gimnáziumi tanárnő személyében, aki véleményével és bátorításával gyakorlatilag segített indulni. Aztán egyéb ismerettség is, akinek adtam a véleményére, és szintén hát ő egy komolyabb múzeumot vezet, és az ő tanácsait is megszívlelve igyekeztünk berendezni. A kinti használatos dolgok, a kerti, amivel, tehát ez most egy sváb gyűjtemény, de hát régen a parasztság, az emberek, amivel dolgoztak, ebben nagy különbség nincs. Mindenki ugyanazzal a rokkával font, mindenki ugyanazzal a gerebennel húzta meg a kendert, ezek a szerszámok kint láthatók, és akkor ahogy jövünk befelé, a mindennap használatos dolgok, a megszőtt dolgokat egy szép régi varrógépen meg kellett varni, aztán valahova pakolni kellett, a gyerekeknek kellett a játék, ugye a vetett ágy, és ahogy átmegyünk a konyhába, ott is ami adott volt, hogy éljék a mindennapjaikat. Így próbáltuk. Gyakorlatilag az én ízlésemet tükrözi, de talán helytálló. A szobák közt sétálgatva nincs múzeumi érzésünk.
olyan, mintha egy múlt századi sváb családházában járnánk, akik épp nincsenek otthon.